Karácsonyra készül plusz Csilla, hagyományaink ápolása, karácsony gyermekkönyvtárosok otthonában, dr. Fazekas Sándor karácsonyi köszöntője. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 23-án 18 óra 5 perckor. Plusz Csillát, a KIAMI intézmény vezetőjét kérdeztük arról, hogy készül a karácsonyra, mi kerül az ünnepi asztalra. Szabolcsi születésűként természetesen a szabolcsi töltött káposzta, ami kicsit másképp készül, mint a karcagi, nem hiányzik az ünnepi asztalról, ahogy a beigli és a különleges sütemények sem. A karácsonyi menü az azért mindig adott, ugye nálunk a töltött káposzta az nem maradhat ki a karácsonyi menüből, ilyen a beigli, ami nem maradhat ki, a mákos és a diós beigli, illetve a halászlé, a halételek, és természetesen a tyúkhúsleves. Ezek mind-mind a karácsonyi menühöz fognak tartozni. A saját kedvenc a töltött káposzta, én nagyon szeretem. Ez a szabolcsi apró paradicsomos édes káposztába töltött káposzta, ez az én kedvencem. Szeretem a karcagit is, de az teljesen más. Nekem az első számú az otthoni töltött káposzta. Általában mi együtt szoktunk főzni az anyukámmal. Én mindig az utolsó pillanatban érkezek, tehát a főzés az ma is, most is, 24-én reggeltől fog kezdődni, hiszen 23-án még fellépés lesz a gyerekekkel, és még itt kell lennem velük együtt, de 24-én már a családé lesz a főszerep. És hogy milyen színben pompázik majd a fenyőfa, az tulajdonképpen aznap dől el. Lehet, hogy piros arany, vagy fehér, vagy más színben díszíti fel az igazgatónő a családi fáját, hangulattól függ. És persze ez valóban az utolsó pillanatban készül, az ajándékokkal azonban jobban áll. A fenyőfa egyszerű díszítés lesz, többféle szett van otthon, és minden évben majd az dönti el, hogy éppen aznap, mikor öltöztetem a fát, milyen hangulatom lesz, tehát most még nem tudom megmondani, hogy milyen színű lesz a fenyőfa, de ha mégis, hogy mi a kedvencem, nekem a karácsonynak a színei az arany és a piros. Valószínű, hogy ez lesz az idén. Az ajándékokat igyekszik időben beszerezni, és a személyiségre is törekszik. Számára nem az értéke fontos az ajándéknak, hanem hogy együtt lehet szeretteivel. A családom körében fogom az idei ünnepeket is tölteni, bár most még nincs karácsonyi hangulatom, hiszen még a munka java hátra van itt decemberben, de azért az ember gondolatban már készül rá. Mire is gondolok a napokban? Hát szeretném, hogyha mindenki egészséges lenne karácsony időszakában, illetve utána is, hiszen a pandémia időszakát éljük, és akármelyik percben megbetegedhet valamelyik családtag. Tehát az első számú, amit én kívánok a mostani karácsonyra, az, hogy mindenki egészséges legyen. Aztán gondolkodunk mindig az ajándékokon. Hát ezt tavaly is elmondtam, most is elmondom, hogy soha nem várok nagy ajándékot. Én mindig azt szeretem, hogyha otthon lehetek a családom körében. Együtt lehetünk, akkor pihenhetünk, beszélgethetünk, értékesek ezek a pillanatok, illetve ezek a napok. A szeretet ünnepén egy kis pihenésre is lesz ideje, bár szenteste előtti napokon még Karcagon lép fel művészeti iskolás tanítványaival és az általa vezetett kórusokkal. A Kántor Sándor Fazekas ház jelenleg is látogatható. Itt beszélgettünk Esznagy István Fazekassal a Fazekas műhelyben. Sok látogató várta már, hogy készülő miskakancsokat láthassák itt meg. Megérkezett a kemence, így elkezdődhetett a munka is. A fazekas mester most épp több méretben készít miskakancsókat, emellett minden olyan fazekas árut, ami most a lakás kultúrába beilleszhető. Miskakancsó ugye több méretben készül, emellett minden olyan fazekas áru, ami gyakorlatilag most a lakás kultúrába beilleszhető, és természetesen a hagyományokat ápoló dolgok fognak készülni. Valójában, ami fent a múzeumban látható, azoknak replikái fognak elkészülni,
kisebb-nagyobb méretben, hogy tudjanak a vendégek válogatni belőle. A hagyományokat ápoló dolgok készülnek olyanok, ami a fazekasházban látható, azok replikáit készíti Esz Nagy István, akinek legkedvesebb motívumai a Kántor Sándoré, de a mezőcsáti átkarcolt kerámiát is szereti, de természetesen édesapja vonalát is továbbviszi munkáin. Legkedvesebb természetesen a kántor, és a kántoron belül pedig a mezőcsáti átkarcolt kerámia, ami Rajci Mihály fazekasmester jóvoltából ránk maradt. Én ezt a vonalat viszem tovább, ilyen szempontból természetesen a tiszafüredi stílusú edények is, főleg a tiszafüredi tányérok és butellák nagyon közel állnak hozzám, és szeretem is készíteni. Még az út elején jár, így saját motívumai nincsenek. Először szerintem rengeteg munka, hogy ezt a hatalmas hagyatékot úgy feldolgozza az ember, hogy megfelelő színvonalon olyan termékek kerüljenek ki a fazekas műhelyből, amik büszkén vállalja akár Kántor Sándor is. Az ember alakú edények mellett nagy kedvencei a fazekak, a szilke, de kihívás az a bokály, amihez nagy gyakorlat szükséges. Ezek a hagyományos formák, ezek mind nagyon-nagyon kötöttek. Tehát szakmán belül itt csak szebbet lehet csinálni, vagy rondábbat, de jót nem. De mindenféleképpen a nehezebb kihívásokat, tehát az arányokat nagyon pontosan el kell találni, ezek az ember alakú edények. Azon belül vannak a nagy kedvenceim a fazekak, ami egy a szélesfenekű fazék, keskenyfenekű fazék, ugye lekváros szilkék. A kihívás az a bokály, az szerintem a jó bokályt készíteni annyira nagy gyakorlat szükséges, ugye egyébként mindegyikhez, tehát itt nincs olyan, tehát egy fazéknak is ugyanolyan tetszetősnek kell lenni, mint egy miskakancsónak, itt azért az arányokra oda kell figyelni. Apja műhelyében fatüzelésű kemencével tanulta meg az égetést, de a tájházban a legmodernebb elektromos kemencével dolgozhat. Annak idején ugye én is fatüzelésű kemencével tanultam meg, sőt hamarabb tudtam égetni fatüzelésű kemencében, mint korongozni. Már most lehetséges, hogy utolértem magam lassan, de nyilván itt a tájházban nem fatüzelésű kemence van, hanem elektromos modern kemence, minden esetre azért is, hogy a náttetőt óvjuk az esetleges tűzesettől is, de mindenféleképpen a saját műhelyben ott van fatüzelésű kemence, azt apukámmal együtt építettük, úgyhogy remélem, hogy következő szezonban már ott is tudunk riportot készíteni. Ott jártunkkor tette be az első miskakancsóját, és a nyári táborban a gyerekek által készített edényeket égetésre. Kicsit izgulva, de itt már digitális minden úgy, hogy egyenlően biztosítható a szükséges hőfok. Ez nekem is nagyon nagy öröm, egész nyáron ezt vártuk, hogy beinduljon a dolog, de a kemence az elég bonyolult dolog volt összehozni, de végül is sikerült, megvan az elektromos áram, hálózat kiépítve, és a kemence is elkészült. A fazek a szakma a kihívásokról szól, minden egyes agyagrög, amit odarag a korangra, egy kihívás, míg abból edény lesz. Ez a szakma erről szól. Minden nap, minden egyes agyagrög, amit odarakunk a korongra, az egy kihívás, ugye azzal, hogy kikorongozom az edényt, azzal csak az alap készül el. Ugye ennek még rengeteg olyan dolga van, hogy fülezés, díszítmények, rárakott díszítések, festékbeöntés, alapszín, azután a színeket rárakni, ugye ez mind ugyanazon a hőmérsékleten kell, hogy megeredjen, tehát kiolvadjon, tehát ez végig kihívás. Nyáron sok Erzsébet táboros, zenei táboros és a nemzetközi ifjúsági találkozó keretén belül külföldön élő magyar fiatalok is látogattak a tájházba. Erzsébet táboros, zenei táboros és a nemzetközi ifjúsági találkozó keretén belül külföldön élő magyar fiatalok is látogattak ide a tájházba. Azon kívül Tomaj Monostortól
a ország bármelyik pontjáról a látogatók idejöttek, akkor kívánság szerint lehetett agyagozni is. Igen, nagy örömömre szolgált, hogy nagy érdeklődés volt, és mindenki ugye a hagyományos lendítőkeres lábhajtású korongozó padot csodálta meg. Mindenki természetesen ki is akarta próbálni. Segítettem ezeket a dolgokat, hogy örömmel hagyják el a házat. Az ország más tájáról is érkeznek vendégek, akik akár ki is próbálhatják a korongozást, a kész alkotásokat mostantól ki is tudják kemencében égetni. Szabó Péterné gyermekkönyvtárost mindenki ismeri városunkba, de hogyan is tölti családi körben a karácsonyt, azt kevesen tudják. Most tőle kérdeztük meg. Köszöntöm nézőnket, Szabó Péterné gyermekkönyvtárosról, arról beszélgetünk, hogy az önök családjában hogyan készülnek a karácsonyra, és mi a karácsonyi menü. Kezdjük először azzal, hogy hol tart az ajándékbeszerzéssel. Az ajándékbeszerzéssel egészen jól állunk, azt kell, hogy mondjam, bár a héten terveztük a férjemmel a szokásos debreceni utolsó körutat, amikor még az utolsó ajándékokat is megvásároljuk, és gyönyörködünk Debrecenben, a kivilágított nagy templomban, a Korcsolya pályában. És azt azért nem áruljuk el, hogy ki mit kap, de azért mennyire igyekeznek figyelembe venni az évközben elejtett kívánságokat. Nagyon érdekes, mert van a családban az egyik fiam az mérnök, úgyhogy ő Excel táblázatban küldi el a kívánságait az egész családnak, amit már a nagyszülők is néznek, és már kipipálgatnak. Természetesen a nagyszülők igényeit azt figyeljük, de nem nagy ajándékokkal szoktunk készülni. Az igazi ajándék, főleg most, a tavalyi év után az együttlét lesz. És mi kerül az asztalra? Az is meglepetés, nem szeretném elárulni, de hal mindenféleképpen lesz az asztalom. Ezek szerint lesz valami különlegesség is, ami máskor nem szokott. Fenyőfát mikor vásárolják meg? Hát tavaly sikere volt, hogy volt egy kinti fenyőnk is, amit barátokkal körbeálltunk, és ott is megemlékeztünk, illetve énekeltünk. Tehát hogyha olyan vendég jön hozzánk az ünnepek alatt, aki esetleg most úgy érzi, hogy nem szívesen jön közösségbe, mert egy kicsit betegem, őt is szívesen látjuk egy forralt borra, vagy bármire. Akkor úgy látom, hogy minden adott ahhoz, hogy önöknél is kellemes legyen ez az idei karácsony. Egyébként a karácsonyi menüből önnek mi a kedvence? Nagyon szeretem a rácpontyot, ha jól van elkészítve, a csukát, ami ilyenkor kerül az asztalra. Szeretem a mákos kalácsot, azt én szoktam sütni. És hát egyébként a mindenevő vagyok, tehát különösebben nincsenek külön igényeim. És amikor a nagyszülőkhöz mennek, ott is a szokásos menü van? Egy kicsit furcsán alakul az életünk, mert ugye mindenkinek másképp tevődik össze, hogy a nagyfiam már udvarol, és ott egy másik családnál is helyt kell, hogy álljon. Tehát nálunk tulajdonképpen inkább a megelőző hét az, amikor együtt van a család, a születésnapok is esnek ebbe, és viszont karácsony első napján szétszéledünk, úgyhogy ott mindenki megy másfelé. Így aztán a megelőző héten vannak ezek a családi összejövetelek. Hát itt általában én nem tudom, mert az unokák fogják eldönteni a menüt, ez biztos vagyok benne. Adásunk végén dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szeretne szólni híradónk nézőihez. Kedves karcagiak, kedves televízió nézők! Áldott karácsonyt, kegyelemteljes, békés, boldog új esztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!